A csizmadia disznója. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csizmadia, akit Györgynek hívtak. Ennek a csizmadiának volt egy disznója, amelyik a csordába járt. Amikor a csordába jött haza, mindig azt mondta, Gyuri, Gyuri, Gyuri. A csizmadia ezt sehogy sem szenvedhette, és mondta a feleségének, ő meg fogja tanítani a disznót, hogy az ő becsületes neve György. Megbújik egy este a kapu megett, és amikor a disznó jött be a kapun, egy darab fával úgy fejbe korintotta, hogy abban a helyben felfordult, csak kettőt nyögött. György, György. Mondta is a csizmadia. No, ugye, hogy megtanultad a becsületes nevet? De amikor látta, hogy vége a disznónak, kezdett búsakodni, hogy milyen bolondot csinált. Mit volt mit tenni? Elmentek a vásárba, és vettek egy másik disznót. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.